Kedves nézőink, Banga Jánosi Emese vagyok, és szeretettel köszöntöm Önöket az Élőképek újabb adásában. Józsa Zoltán lelkipásztor, hogy megismerjem ő című bibliai előadás sorozatának 7. része következik. Az önismerettel és önelfogadással kapcsolatos előadás témaköre, hogy megismerjem őt. Kedves nézőink, ha tehetik és idejük engedi, kérem, maradjanak velünk, hogy együtt éljük meg az élőképek élményét. Hanem növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Kinek legyen dicsőség, mint ma, mint örökkön örökké. Ezen az apostoli buzdításon
vizsgáltuk meg estéről estére azokat a lehetőségeinket, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy megismerhessük tapasztalatból, hitbeli kapcsolat által, ami drága megváltónkat és Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Hogy megismerjem őt, ez egy olyan vágy és egy olyan célkitűzés a hívő keresztény életében, amely akkor valósul meg, hogyha megismerjük önmagunkat, az önmagunk szükségeit és lehetőségeit, és így keresni fogjuk őt, aki minden szükségünknek a betöltője, és minden lehetőségeinknek a megvalósítója. Az önmagunk megismerése igazán a bűntudathoz vezet. Mert sajnos minden elnéző szándékunk ellenére mi kivétel nélkül gyarló emberek vagyunk, és többé-kevésbé vétkezünk. És ez a felismerés az életünkben tesz bennünket alkalmasakká, hogy valóságban keressük az Urat. Hogy ő ne egy ürügy legyen a vallásosságunkra, hanem legyen az a társunk a küzdelemben, aki az életünket helyrehozhatja, és célra vezető lehet a mi hitünk és reménységünk vonatkozásában. Ma este szeretném, hogyha a figyelmünket önmagunkról inkább őre, az Úr Jézus Krisztusra fordítanánk, akinek a keresése döntő és meghatározó üdvösség szempontjából minden keresztény számára. Hogy megismerjem őt, Pál apostolnak a nagy kiáltása, amelyben fohász és vágy sűrűsödik a maga fohásza és a maga vágya. És azóta emberek ezreit, talán millióit tudott inspirálni ez a kiáltás. És akkor vagyunk bölcsek, hogyha ma este mi is azonosulni tudunk ezzel a kiáltással, és lesz a lelkünk kiáltása, hogy megismerjük őt. Igazán itt egy keresésről van szó, és szeretnék egy ígét kivetíteni, amelyet maga az Úr Jézus Krisztus mondott. Egy példázat részlete ez, amelyben Jézus önmagát fedi fel, mint lehetőséget. Amikor ebben a példázatban ezt tanítja, ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres. Ebben a bekezdésben, amelyben Jézus önmagáról kíván beszélni, van egy szó, amelyet szükség kiemelni, mert benne rejlik a Krisztus Urunk megtalálásának a kulcsa. És ez a szó az, hogy keres. Mondtam valamelyik este még, hogy ha Jézus Krisztus a világ megváltója is, csak akkor van hasznunk a vele való kapcsolatunkból, hogyha őt személy szerint keressük. Hogyha nem csak vallásunk van, hanem
személyes megváltónk, hogyha őt nem csak világ megváltójának, hanem személyes megváltónknak ismerjünk. Ezt a keresést szeretnénk kiemelni ma este. Ez egy aktív magatartás. Egy olyan keresés, mint a példázatbeli emberé, aki megtudta, hogy egy bizonyos területen el van rejtve egy óriási kincs. És a példázat szerint, ha otthon elolvassuk majd Máté evangélium a 13. fejezetében, akkor azt olvashatjuk ott, hogy ez az ember, aki megtudta, hogy egy kincs van kilátásba, hogy azt megtalálja, elkezdett keresni. Ez a kincs után, de nem csak ennyi, hanem miután keresett, és megtalálta a kincset, elment, mindenit eladta, és megvette azt a földet, ahol a kincs el lett rejtve. Mindezek a szavak, keresett, talált, elment, mindenit eladta, megvette. Ezek mind olyan ígék, nem csak grammatikai szempontból, hanem cselekvést kifejező ígék, amelyek a keresztény ember számára elmaradhatatlanok. Aki keres, talál, mondja az Úr Jézus Krisztus egy másik helyen. De ha keresett és talált, akkor azt valahogy megszerezni kéne, hogyha az egy kincs. És hogyha keres, talál, és kész megszerezni azt, akkor mindenét eladja, tanítja Jézus a példázat szerint, hogy azt a kincset megnyerje. Nem is beszélhetett volna Jézus csak példázatban, hiszen önmagát tárta fel és ajánlta. Ő minden földi ember számára a nagy kincs, akit megtalálni kellene. Megismerni kellene, hogy megismerjem őt, ahogyan Pál apostol is felkiált. Ez a sor íge, keresni, találni, elmenni, eladni mindenünket, és megvenni ezt a kincset. Ez a forgatókönyve az igazi, aktív keresztény életnek. Semmi nem lesz meg magától. Ezt az életből is tudjuk. Mikszáth Kálmánnak van egy mulatságos mondása, miközben beszél egyes népeknek a szent állatairól, Mikszáth Kálmán azt írja, hogy a magyaroknak is van egy ilyen szent állatuk, a sült galamb. Mi mindannyian tudjuk, hogy nincs sült galamb. Főleg nincs olyan, ami a szánkba repülne. Minden az életben úgy lesz meg, hogyha keressük. Ha érte áldozunk, és alkalomattán akár mindenünket odahagyjuk, hogy azt, ami nekünk értékes, azt megnyerjük. Aki keres így, azt talál. Erről beszélt az Úr ebben a példázatban. A keresésünk lehet hibás. És ezért megoszlik a keresztények tábora, tartalmi keresztényekre,
és formális keresztényekre. Természetesen senkinek nem dolga, sem joga megítélni, hogy ki hová tartozik. De önvizsgálatot mindannyian tarthatunk, hogy vajon tartalmi keresztény vagyok én? Az Úr Jézus Krisztust megtaláltam, vagy legalább keresem, hogy az életem tapasztalatába építsem be őt, hívjam be Uramnak és személyes megváltomnak. Ilyen önvizsgálatot tarthatunk. Keresésünk lehet hibás, téves, hogyha nem igazi értékeket keresünk. Szeretnék valamit felvetíteni, lehet, hogy péntek este, és fáradtan is, egy kicsit bonyolult lesz megérteni. Egy hölgy írta ezt, Ellen Goodman. Ma az a normális, hogy felöltözöl olyan ruhákba, amiket azért veszel, hogy munkába járj, és átutazol a dugóban, és egy olyan autóban, amiért szintén fizetsz, hogy eljuss vele a munkába, amivel azt a pénzt keresed meg, amiből a ruhát és az autót veszed meg, és persze azt a házat, amit reggel ott hagysz egész nap üresen, hogy dolgozz azért, hogy benne lakhass. Mintha azt mondaná nekem, neked van eszed? Mert valóban ilyen az életünk gyakran. Sok embernek az élete ilyen. Egy ilyen mókus kerék, amelyben rohanunk, mintha értelmetlenül. Mert hogy minden, amit értéknek tartunk, az valahogy háttérbe szorul, és nem élvezzük, nem örvendünk annak, amink van, annak, ami tényleg értékes, hanem mindig keressük a következőt, keressük a más milyent. Ez az írás nagyon sokat elárul arról a téves keresésről, ami gyakran nagyon sok embernek az életét jellemzi. Természetesen, hogy az igazi értékek vonatkozásában felvetődik a kérdés. Vajon miért tesszük így? Miért vagyunk oda mullandó dolgokért, amik sem jól nem laktatnak, ahogy mondja a proféta? Sem igazi, tartós értékekkel nem bírnak. Miért keressük az elillanó jelent, és nem a maradandó jövőt? És ha valaki tényleg felteszi ezt a kérdést nekünk, akkor más nem mondhatunk, csak ennyit, hogy hát, mert hogy mindenki ezt teszi, vagy legalább nagy része, és mi sem tudjuk, hogy miért. Nem látjuk a különbséget a mullandók és az örökkivalók, a földiek és a mennyeiek között, az e világ istene között, ahogy nevezi Pál apostol a pénzt, és Jézus Krisztus között. Miért nem látjuk a különbséget? Ez egy kérdés, amely önvizsgálatra buzdíthat ma este. Hogy megismerjem őt. Sokszor fogom mondani ezt a mondatot ma este, mert olyan kiáltás ez, amely Pál apostoltól hozzánkig jutott el, és van egy fájdalmas valóság körülöttünk, amely arról tanúskodik, hogy alább hagyott ez a vágy. Talán bennem is. Talán benned is.
Krisztus az üdvösséget és történelmet és történelem feletti örökkivalóságot meghatározó személyisége már nem annyira fontos sokunk számára. Egy beszédes képet hoztam ezzel kapcsolatosan. Egy kép, amely beszél egy fagyos világról, fagyos kapcsolatokról, és főleg egy kihűlt vallásosságról. Hogy megismerjem őt, szeretném, ha egy ilyen valóságos, forró vágynak a kifejezése volna a számomra. Gondold végig, és miután estéről estére megláthattad, megláthattuk önmagunkat a magunk szükségeiben és a magunk lehetőségeivel, emeljük ki ezt a lehetőséget, hogy megismerjük őt tapasztalatból, hogy csatlakozzunk hozzá, és építsük be a mi életünkbe őt. A Biblia, amely az ő szava, és az egyetlen illetékes a jó és rossz, az igaz és hamis meghatározására. A Biblia legyen életünknek a forgatókönyve, s az engedelmesség legyen az a lelkület, amely tegyen bennünket Krisztushoz közeliekké, az ő testvériévé, az ő gyermekeivé. Jézus Krisztus a drága gyöngy, akit a példázatbeli ember, kereskedő keresett, megtalált, mindenét eladta, és megszerezte magának. Krisztusért érdemes ezt a kérdést felvetni magunknak, mi mennyire keressük. Ő mennyire drága nekünk. Mennyit vagyunk képesek feláldozni érette? Vajon mindent, mint ez a kereskedő? Pál apostol, amikor az Úr megismerését tűzi ki célul, és elkiáltja ezt, hogy megismerjem őt, Pál apostol elmond még egy néhány részlet dolgot. Ő azt mondja, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának az erejét, és részese lehessek az ő szenvedéseiben, hogy valamiféleképpen eljuthassak a holtak feltámadásához. Olyan beszédes minden egyes fogalom, amit a maga helyén használ Pál apostol. Ő tudja, hogy az Úr Jézus Krisztus az a drága kincs, amely nélkül az élete az embernek nem ér sokat. Ő tudja, hogy ez az az ideál, amiért kell és érdemes bármit feláldozni, még akkor is, hogyha ez kényelmetlen. Nem véletlenül beszélünk arról, hogy a drága gyöngy a jelképe ebben a példázatban az Úr Jézus Krisztusnak. Mert azon kívül, hogy a drága gyöngy az értéket képvisel, nagyon magas értéket, azon kívül a drága gyöngynek megvan a maga története. Ha valaki nem tudná, hogy jön létre a drága gyöngy, akkor röviden elmondom, hogy tengerbe terem a drága gyöngy a kagylókba. Azokban a kagylókban indul el
a drága gyöngy keletkezése és lassan a növekedése, amely kagylóba valahogy beszorult egy homokszem. Megsértette az élő állatot, és attól kezdve elindul ez az önvédekezési folyamat, és a homok köré, a homokszem köré az állatnak a szervezete olyan váladékot termel, amely rakódik. Napokon, heteken, hónapokon, talán éveken át. És addig tart ez a folyamat, ameddig a gyöngy megnövekedik, a kagyló szétnyílik, és a benne lévő élet meghal. De megmarad a nagyon drága gyöngy. Ez a gyöngy, ez a drága gyöngy, amelyik a sok időn át tartó szenvedésnek a szüleménye. Mi ábrázolná tisztábban, pontosabban, tartalmasabban az Úr Jézus Krisztusnak a szenvedését. Ahogyan lett ő a drága megváltó, ahogyan lett ő a drága kő, amiért érdemes mindent feláldozni. Az a gyöngy, amelyik a sok szenvedésből született. Jézus Krisztus nem életre jött a világra, hanem halálra. Gyermekségétől fogva áldozott. Már a születése szégyenletes körülmények között történt. Embereket, állatok szégyenítettek meg. Éppen úgy, mint a Noé bárkájánál, ahol az állatok maguktól mentek be, az Isten szavára ösztönszerűen, az emberek pedig még kérlelés után sem. Betlehembe az állatok vigyázták és melegítették az újszülött Jézus testét. Az embereknek nem kellett. Istállóba szórult ki, ezért szégyenletes. És ettől kezdve egészen a haláláig a szenvedésnek a férfia volt, ahogy jövendőlt róla Ézsaiás proféta. Szenvedés által lett drága, megváltó, drága gyöngy. Most már tudod, miért fontos keresni, miért fontos személyes kapcsolatot építeni, ápolni mindvégig vele? Hogy megismerjem őt, ilyenként, aki nem ígéri, mint egy szerelmes, hogy úgy szeretlek, hogy meghalnék, érted? Hanem aki éppen meghalt. Ez az a bizonyság, ami lenyűgöző tud lenni, és amely lenyűgözött emberek millióit a történelem során. Hogy megismerjem őt, a mindenkori bölcs embernek volt a kiáltása. Halkan vagy hangosan olyan sokan elkiáltozták ezt a vágyukat, hogy megismerjem őt. Akik csak hallottak róla, akik csak sejtették, hogy ez a drága megváltó létezik. Régen is és ma is. Ugyanazt tették, és teszik. Nincs magasabb és magasztosabb célkitűzés egy ember életében. Bármi egyebet produkálhatunk, semmi nem ér fel ezzel, hogy megismerjem őt. Hogy megismerjem őt társként a szenvedésben, társként a reménykedésben, társként az eljövendő örök életben. Ez a tét.
Ki ne ismerné Zákeus esetét? Ez már nem egy példázat, hanem egy evangéliumi leírás egy igaz történetről. Zákeus egy gazdag ember, aki hogy nem hozzájutott nagyon sok értékhez, nagyon sok pénzhez, és mégsem volt boldog. Zákeus az az ember, akiért Jézus speciálisan ellátogatott az ő városában. Semmit nem ír az evangélium Jerikóról, egyebet, csak ezt az egy történetet. Egyébként Jerikó a rómaiak kedvenc városa volt abban az időben. Ott volt a római hadseregnek a hadiszállása. Kiépítettek stadionokat, amfiteátrumokat a katonák szórakoztatására. Jerikó a világi életnek a jelképe volt. Nem hiába mondja Jézus egy másik példázatába, hogy az, aki szerencsétlenül a rablók kezébe esett, az egy olyan személy volt, aki alászállt Jeruzsálemből Jerikóba. Mert a kettő között a különbség eszmei különbség. Jeruzsálem a magas város, a magasságos Isten templomának a helye, míg Jerikó a bűnös élet, a szórakozás, a világi életnek a mélysége. És itt lakott Zákeus. Azt írja a Szentírás, hogy Jézus bement és által ment Jerikón. Csak azért, mert ott volt egy ember, Zákeus. Egy olyan ember, aki látni akarta az Urat. Ő nem akart semmi mást. Nem akart ő más vallást. Nem akart ő változni. Nem akart ő szakmát cserélni. Nem akart csak ennyit, hogy lássa az Urat. Tudjuk a gyermetek megoldását, hogy mivel alacsony termetű volt, felmászott egy fára, hogy onnan lássa a sokaság között az Urat. A Biblia így ír erről, és igyekezik Jézust látni, ki az, de a sokaságtól nem láthatá. Így ír az evangélium. Mielőtt tovább megyek, szeretnék egy részletet megvilágítani itt. Zákeus dicséretes vágyát, hogy az Urral találkozzék, hogy az Urat lássa legalább, valami gátolta. Nem csak az ő alacsony termete, arra volt megoldása, ezért mászott fel a fára. Ez volt a megoldása. Hanem ott volt ez a tényező, a sokaságtól. Nem láthatta. Biztos vagyok benne, kedves vendégeink, hogy van közöttetek olyan, aki elmondta a héten itt-ott, hogy elmentem az adventistákhoz, esetleg elmesélt, mit hallott, éneket, ígét, bármit. Általában a sokaság ilyenkor megnyilatkozik. Hát de mit keresel te? S ha komoly lépést akarsz tenni, akkor föltétlenül is, szinte törvényszerűleg ez a mondat következik. Elment az eszed. Hát nincs neked vallásod? Hát nincs neked egyházad? A sokaság mindig így nyilatkozik meg. A sokaságtól nem lehet célba jutni.
Szegény Zákeus hiába volt nemes az ő vágya. Ott volt a sokaság. Nem láthatta tőle. Mennyi akadály. És főleg ilyen akadály. Jaj, annak az embernek, aki nem gondolkodik a maga fejével. Zákeus kivétel tudott lenni. Ő kiemelkedett a sokaságból. Mert ki lehet emelkedni a sokaságból? A sokaság tud gyakorolni nyomást, de csak ha te is beleegyezel. Ha kiragadod magad, és találsz egy ilyen akár gyermeki megoldást, ebből születik az eredmény. És az eredmény Zákeus esetében csodálatos. Az Úr lehívja, és azt mondja, hozzád akarok menni. Lássam, hol laksz. És amikor belépett az ő hajlékába, azt mondta, ma lett üdvössége ennek a háznak. Kíváncsi vagyok, ha elkísérte a sokaság. Mit mondott erre? Azok, akik lebeszélni szerették volna, azok, akik visszatartani szerettek volna, az a sokaság. Mit mondhatott erre? Amikor a világ teremtője, a törvény adója, a világ és a lélek megváltója kihúzza magát és kijelenti, aki egyedül illetékes ebben, kijelenti, ma lett üdvössége ennek a háznak. Zákeus minden várakozását, minden reménységét felülmúlta ez a mondat. Zákeus nem ennyit akart, sokkal kevesebbel is beérte volna. Csak látni akarta az Urat, és csoda történt. Mert ha valaki elindul ezen az úton, hogy keres, hogy áldoz, hogy képes mindent elhagyni érte, meg fogja találni. Meg fogja találni az üdvözítőt, és általa az üdvösséget. Ezért van értelme ennek a kiáltásnak, hogy megismerjem őt. Nincs érték, amiért kellene inkább vágyni, inkább keresni, inkább áldozni. Van egy mondás, egy ír, filozófustól, írótól, Oscar Wilde. Ő azt írja, a világon csak két tragédia van. Az egyik az, ha valaki nem tudja megszerezni azt, amit akar. A másik tragédia az, ha megszerzi. Jól vigyázni, mit keresünk a magunk életében. Bölcsesség, élet, bölcsesség kérdése. Jól vigyázni, mit gyűjtünk, mire áldozunk. Különösen, ha ismerjük ezt a vonulatot, ezt az irányt. Ha ismerjük legalább hallomásból, ha még nem tapasztalatból az Urat, akkor éppen itt az ideje egy újabb lépést tenni. Egy újabb lépést az ő megismerésében. Mert miközben vágyunk rá, ha vágyunk, van még egy lenyűgöző tényező, ami bátorítson ma este, mielőtt innen eltávozunk, hogy valahol ott, titkon vagy nyilvánosabban, válaszoljunk az Úrnak. Mondjuk el a vágyunkat, hogy megismerjük őt. És ez a másik tényező, a mi keresésünkön kívül, ez az ő keresése. Mert nem csak mi vágyunk rá, ő is vágyik ránk. A Biblia nem fejeződik be addig, ameddig ezt a képet nem írja le. Jézus az ajtónál. Lehet ezt felfogni, mint egy szívességet. Mint egy isteni gesztust, hogy az Úr olyan jó és olyan türelmes, hogy eljön a mi életünk ajtajáig,
és ott vár a bebocsátásra. De lehet felfogni ezt egy ilyen kirekesztésnek is a mi részünkről, mert ez az az ajtó, amelyen csak belül van kilincs. Ez az az ajtó, amit senki nem fog kinyitni, még az Úr sem, csak az, aki belül van. Csak én, csak te nyithatjuk meg ezt az ajtót. Kiderül, hogy mi keresünk, de kiderül, hogy ő is keres. Ha mi keressük őt, és ő biztos, hogy keres minket, akkor megtörténhetik ez a csoda, amely Zákeussal is megtörtént. Az egymásra találás. Nincs szebb ennél az emberi tapasztalás terén, mint ez az egymásra találás. Egy sikeres kapcsolat, amely túléli az életet és a halált, mondtuk az este. Ilyen ez a kapcsolat az Úrral. Én az ajtó előtt állok, mondja, és zörgetek. Ma este is, tegnap este is, tegnap előtt is, holnap is, holnap este, ő zörget. Minden szó, minden gondolat, amellyel keresi a szívünket, a döntésünket, zörgetés. Én az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki hallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Vele vacsorálok, és ő én velem. Ez nem csak egy ilyen nagyszerű leírása egy ünnepnek, hanem ez egy nagyszerű leírása az üdvösség ünnepének. Ez a bemegyek, vele vacsorálok, és ő én velem. Ez az üdvösségről szól, mert a Jelenések könyve írja, hogy amikor megnyílik majd a mennyország, és amikor bevonulnak azok, akik az Úr szövetségesei, akkor az első dolog az lesz, hogy egy nagy asztal lesz megterítve. Egy olyan asztal lesz megterítve, amelyről White Helen azt írja, hogy maga Jézus fogott felszolgálni. Ő, aki megszokta szolgának lenni, ő, aki megmosta szolga minőségében a tanítványainak a lábát, ő a szolga, aki eljött nem főnöknek lenni, nem gyűjteni, hanem azért jött, hogy áldozzon, azért jött, hogy adjon, azért jött, hogy átmentsen. Ez az a valóság, amelyről felkiált az apostol. Hogy megismerjem őt így, ez csak úgy lehetséges, ha megnyílunk. Ha megnyílik a lélek, ha megnyílik a szív, ha nem maradunk benne a múlt rozsdás keretébe, ha nem félünk az újtól, ha megnyitjuk a Szentírást, és mindenben, minden szavában engedelmeskedünk, akkor bejövök. Vele vacsorálok, és ő én velem. Ha valaki, mondja az Úr, ha valaki hallja az én szómat, és megnyitja az ajtót. Imádkozni fogunk. És én azért szeretnék imádkozni, hogy rám is, és rád is bárki legyél, legyen érvényes ez a szó. Legyél végre valaki. Ha valaki hallja és megnyitja az ajtót, legyél ez a valaki. Imádkozzunk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, csodálattal tekintünk rád és a te szeretetedre, aki adtad egyszülött fiadat legyen megváltónkká. Csodálattal tekintünk rád, ahogyan türelmesen vársz, ahogyan hívsz és megszólítasz alkalomról alkalomra. Köszönjük, hogy zörgetsz ezen a héten is, estéről estére, és köszönjük, hogy lelked által indítasz lelkeket, akik szeretnénk hallani az örgetést, szeretnénk megnyitni az ajtót,
hogy légy életünk ura és vendége. Ezért most arra kérünk, hogy lelked által tedd lehetővé ezt. Kérünk, távoztasd el mindazt az akadályt, amely útjában állna ennek az egymásra találásnak. Segíts Istenünk, hogy ma este megnyíljunk teljesen előtted, és az Úr Jézus Krisztus beépülhessen a mi életünkben, mi pedig engedelmes gyermekeidként járjunk a te utadon, és váljunk alkalmasakká a te mennyei országodnak a számára. Kérünk, hogy úgy, ahogyan múltban emberek életét mentetted meg, a mullandóság útvesztőiről, az örökké valóságnak a számára. Művelj csodát újból és újból, Istenünk. Könyörülj rajtunk, és fogadjál el. És add Istenünk, hogy te veled járhassunk, mindaddig, ameddig van földi élet. És amikor eljössz nem sokára, veled mehessünk a te dicső országodban. Munkálkodj ilyen értelemben. Segíts nekünk bátraknak lenni, és bízni ígéretedben. Ezt kérjük könyörögve, Atyánk, drága üdvözítőnk nevében, és köszönjük, hogy meghallgatsz az ő érdeme által. Amen.
Kedves nézőink, adásidőnk végén még elmondom önöknek, hogy egy hét múlva ismét találkozunk Józsa Zoltán lelkipásztor, hogy megismerjem ő című bibliai előadássorozatának utolsó részével. Az utolsó témakör megismerés, ismertetés. Banga Jánosi Emese vagyok, és a munkatársaim nevében is megköszönve megtisztelő figyelmüket, kérem, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, és járjunk továbbra is, nyitott szemmel és nyitott szívvel.